A szakképzett szociális munkások a mindennapokban megmutatják segítő munkájukat, legyen szó gyerekekről, családról, idősekről, szegényekről vagy kórházi ellátást igénylőkről. Sok területen megjelenik a szakma, amely korszerű, naprakész tudást igényel. 25 évvel ezelőtt indult el a szociális munkások képzése itt Nyíregyházán. Pattyán László főiskolai docens a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Ugye azon az évfolyamon első éves hallgató volt, ahol igen, most ugye tanít, úgyhogy teljesen átlátja ezt a 25 évet. Én még mindig azt mondom, hogy hiába 25 éves ez a képzés, fiatal a képzés is, és fiatal a szakma is. Hogyan alakult ki, és hogyan honosodott meg itthon nálunk? Szociális szakemberképzés Magyarországon azért a II. Világháborút megelőző időszakban is volt, és ugyanolyan dinamikusan fejlődött, mint bárhol máshol a világ nyugati felén. Az az időszak, ami az 50-es évektől a rendszerváltásig eltelt, az némiképpen némi változást hozott a szociális szakemberek felkészítésében, képzésében, és a rendszerváltozás környékén tulajdonképpen egy olyan igény jelent meg, hogy egy másfajta szemléletű, másfajta gondolkodásmódú szakemberképzés induljon meg. Ennek vagyok tulajdonképpen én az egyik ilyen szereplője, mint a NOW hallgató, most pedig hát ott dolgozom az egyetemen különböző szociális képzésekben. Hogyan változott a képzés, és hogyan változik a szociális munkások munkájának a tartalma? 25 év nagy idő, de ahogy említette is, egy szakma fejlődésében ez egy nagyon picike időszaknak számít. Különösen úgy, hogy itt Magyarországon nagyon sok tekintetben újra kellett alapozni a szakmának az elméletét, módszertani hátterét, és egy olyan rendszerbe kell beilleszteni, ahol a szociálpolitikai ellátórendszer, az a közeg, amelyben ezek a szakemberek tulajdonképpen dolgoznak, az is éppen akkor állt föl. Tehát gyakorlatilag teljesen tiszta lappal kellett indulni, ha lehet így fogalmazni, és olyan problémákra választ találni, amelyek korábban nem voltak ismeretesek. Azt szoktuk mondani, hogy a maga a szakma, a szociális munka az egy társadalmilag meghatározott, társadalmi értékek által befolyásolt, meghatározott szakma. Ennél fogva folyamatosan változik, mindig jönnek újabb kihívások, amelyekkel a szakembereknek szembe kell néznie. Tehát egy folyamatosan változó, innoválódó rendszerről, szakemberről van szó, ha a szociális munkásokról beszélünk. Ugye, mint minden szakmára, nem mindenki alkalmas, nem lehet bárkiből szociális munkás sem. Milyen készségek, képességek kellenek ehhez a területhez ön szerint? A szakemberek alkalmasságának vizsgálata egy neuralgikus kérdése ma a felsőoktatási rendszernek, lévén, hogy nincsen ilyen típusú alkalmassági vizsgálat, és a szakmában dolgozó munkatársaink ezt nagyon hiányolják. A mai felsőoktatási rendszerbe bejelentkeznek a hallgatók, és különböző pontszámítási mechanizmusok alapján jutnak be. Így hát a képzés folyamatában, vagy azt követően kerülhet arra sor, hogy valaki mérlegre tegye, hogy képes-e ezen a területen dolgozni, vagy pedig valamilyen más pályát kell találnia. De ön szerint milyen képességek szükségesek ahhoz, hogy jó szociális munkás legyen valaki? Mindenek fölött elhivatottság kell a munka, a szakma iránt. Azt szoktuk mondani, amikor leendő hallgatóinkkal, középiskolásokkal beszélgetünk a szociális munkáról, hogy aki eltökélten ide akar jelentkezni, azokat nem tudjuk lebeszélni. Akik viszont valami okból nem érzik közel magukhoz ezt a területet, őket nagyon nehéz rábeszélni. Tehát nagyon nagy elhivatottság, emberek iránt nyitottság, jó kommunikációs készségek kellenek ahhoz, hogy valaki egy-egy területen megállja a helyét. Ugye minden jó diplomának, minden jó képzésnek az alapja a gyakorlat, az, hogy sok helyen és sokféle szituációban megállja a helyét majd a hallgató, hogyha kikerül az iskolapadból, milyen terepek állnak rendelkezésre, vagy milyen terepeken gyakorolnak a hallgatók? A gyakorló helyeink tulajdonképpen lefedik azokat a munkaterületeket és munkahelyeket, ahol a szociális munkások a későbbiekben el tudnak helyezkedni. Bőségesen van kínálat gyakorló helyekből. Itt a megyének a helyzete, a különböző társadalmi adottságai, azok különösen indokolják azt, hogy ilyen szakemberek kerüljenek ki a gyakorlatba, és nagyon jó, magasan képzett szakembereket tudtunk a saját intézményeinkben kiképezni, akik pedig gyakorlati tereptanárként segítik a hallgatóink munkáját. A képzés fele tulajdonképpen gyakorlati programokból áll, mindig próbáljuk frissíteni, megújítani, a kihívásokhoz igazítani ezeket a gyakorlatokat, de a leginkább fontos, a legfontosabb talán az az egyfél éves összefüggő gyakorlat, ahol tényleg egy ember, egy hallgató, egy választott területen azért
3-4 hónap alatt bőségesen meg tudja tanulni a szakmának a fortéjait. Ön szerint milyen diplomát nyújt ez a képzés, a szociális munkás képzés, a szociális munkás szak, ahogy régen mondták? Ugye most a diplomát is mérlegre teszik, azt szerint, hogy piacképes, nem piacképes, milyen igényeket támasztanak a munkaerőpiacon ezzel a diplomával szemben? Egy nagy változás történt a felsőoktatási rendszerünkben, ami nagyjából 2005-re datálható. Ez volt az az időszak, amikor a felsőoktatás finanszírozási rendszerét igyekeztek úgy átalakítani, hogy ne arra kényszerítse az intézményeket, hogy minél több hallgatót vegyenek fel, és minél nagyobb keresztmetszetbe jussanak be különböző képzésekre a hallgatók. Bizonyos területeken ez már lezajlott, megtörtént, hozzáteszem, már meg is bánták, és szívesen visszacsinálnák. Más területeken viszont még mindig a tömegképzések időszakát éljük. A munkaerőpiacon milyen végzettséggel lehet hatékonyan dolgozni, az már egy nagyon nagy kérdés. Én az utóbbi időben azt érzem, hogy olyan rapid módon csökkent a felvehető hallgatók létszáma az egész ország területén, hogy már most érzékelhető a munkaerő hiány ebben a szektorban. Ez nyilván nem a képzési központokban található, vagy érzékelhető leginkább, Nyíregyháza, Debrecen, Budapest, stb., hanem vidéken, illetve hát mondhatom, hogy Budapest egy örök felszívó képességű város, tehát óriási munkaerőpiaci igény mutatkozik a szakemberekkel kapcsolatban. Ami talán egy kicsit, mondhatom, nem csak hazánkban, hanem mindenütt a világban hátrányosabban pozícionálja munkaerőpiaci szempontból a szociális szakmákat, az a relatíve alacsony kereset, de várjuk ezt a programot, várjuk ezt a változást, hogy a pedagógusokhoz hasonlóan itt is kialakul ez a szakmai életpálya modell, és bízunk benne, hogy ez majd helyére teszi ezt a kérdést. Azt említette, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, illetve hát az egész térség, mondjuk azt, hogy a keleti, észak-keleti régió speciális helyzetben van, hiszen itt több hátrányos helyzetben élő ember, ezért több szociális munkásra is különböző területeken szükség lehet. Mit lát most a klasszikus értelemben vett szociális munkásokon kívül, milyen területre kellene még munkaerő vagy szociális munkaerő? Ugye én is említettem itt a felvezetőben néhány területet. Hát sok dolog befolyásolja, hogy mikor nő meg a munkaerőpiaci igény a szociális szektorban. Leginkább kormányzati intézkedések, jogszabályváltozások szokták ezt nagyban befolyásolni, de más tényezők is. A demográfiai változások egyértelműen azt mutatják, hogy az idős ellátás a jövőben egy tartósan komoly munkaerőpiaci igényt determináló terület lesz. Hasonló a helyzet a gyermekvédelem, a gyermekjóléti ellátás, illetve a szegénységben élő gyermekek, családok segítésének területén, ami ugyancsak egy ilyen nagy felszívó erővel bíró terület. És hát vannak olyan egyelőre bizonytalan kérdések, amire még mi se tudunk ma választ adni. Az egyik ez a migráció, amely most már nem csak nyugat-európai, hanem mondhatjuk úgy Európai Uniós jelenség. Gyakorlatilag Nyugat-Európában 5 szociális munkásból 3 migránsok társadalmi befogadásával, beillesztésével foglalkozik, nagyon nagy hagyománya is, és rendkívül sok tudás rakódott le e téren ezekben az országokban. Nálunk ez még szinte teljesen lefedetlen terület, egy-két civil szervezet kivételével nem nagyon jelent meg ez a kérdés, ez a probléma. Elképzelhető, hogy a jövőben erre fele kell majd készíteni a hallgatóinkat, hogy ilyen típusú tudást is szerezzenek. Ezt akartam kérdezni, hogy a képzés tartalmaz-e ilyen elemeket egyébként? A képzés tartalmaz elemeket, de nem célzottan. Tehát vannak olyan programjaink, amelyek tulajdonképpen ezek már mesterképzések, amelyek nemzetközi alapokra épülnek föl, és itt a hallgatóknak külföldi területen partnerintézményeknek kell gyakorlatot szerezni, ott különböző programokba bekapcsolódni. Tehát van rálátásuk, szereznek információkat erre, de azt gondolom, hogy nagyon le vagyunk maradva ezen a területen, tehát sokat kell fejlődni, és hogyha itt úgy alakul, itt az elkövetkezendő 5-10 évben a jövő, akkor itt komoly munka vár a szakemberekre. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen.